Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Itt vagyunk, ugye megígértem, hogy készítünk egy filmet az oktatásról. Kettő vendégem van, illetve egy házigazdám, Györgyi a feleségem, és van Eszterünk. Ők fogják elmondani nekünk, mint gyakorló szülők és mint pedagógusok tulajdonképpen, hogy hogyan is működik az angol oktatási rendszer. Rendkívül könnyű helyzetben vagyok, mert ugye nem kell beszélnem a Brexitről, nem kell beszélnem autós dolgokról, így nyugodtan el tudok kávézgatni majd, amik ők beszélgetnek, de nem kell megijedni, lesz természetesen majd, amikor aktuális lesz brexites videó is és autós videó is. Nos hát akkor hallgassuk a hölgyeket egészen a bölcsödéskortól a felsőoktatásig, és hát azt gondolom, hogy sokkal jobb őket hallgatni, mint engem. Hát szervusztok, hölgyeim! Eszter, mondjál egy-két szót magadról, légy szíves, hogy milyen körülmények között kerültél te ide hozzánk erről beszélgetni. Eszter vagyok, van egy 9 éves nagyfiam, Birminghamben élek, és itt dolgozom. A Queen Alexandra College-ban dolgozom, mint tanárasszisztens, és az eredeti szakmám az gyógypedagógus. Hogy arról próbálok esetleg pár információt megosztani, mint saját tapasztalat, hogy mi miken mentünk keresztül az iskolakeresésnél, illetve az iskola cserénél a fiammal együtt. Szuper. Györgyi? Én pedig Györgyi vagyok, nekünk egy 4 éves kislányunk van. Tulajdonképpen azt fogom megosztani, hogy miután Emma itt született, hogy mindez hogy történt, a szülési szabadságtól kezdve az óvodakereséstől, illetve hát most ugye benne vagyunk az iskolakeresésben. Egyébként én konduktorként dolgozom, a Cannon Hill Parkban működik a National Institute of Conductive Education nevű intézmény, ahol a Pető módszert alkalmazzuk, amit még annak idején Budapesten tanultam a Pető intézetben. Szuper, köszönjük szépen. Ugye azért fontos, én azt gondolom, hogy ha már ezekkel az információkkal rendelkezünk, hogy megosztjuk másokkal, mert rendkívül bonyolult volt Emmának az iskola választása, és én csak azt láttam, hogy hónapokon keresztül te este az interneten voltál, napközben iskola látogatásokra jártál, telefonáltál, tehát rendkívül bonyolult volt, és úgy gondoltam, hogy ha már nekünk megvan az a sok információ, meg Eszternek is az iskolákról, akkor ezt osszuk meg a többiekkel, hogy ne legyen az, hogy mindenki kezdi előről. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó lenne, ha lenne olyan információ, ezt megosztaná a többiekkel, sokkal előbbre lennénk, mint magyar közösség. Ezért ugye a mai videónkban nem is arra fogunk törekedni, hogy tökéletes képet adjunk mindenkinek, elmondjuk mi a tapasztalatainkat. Tehát emiatt senki ne érezze azt, hogy akkor most ez Northamptonban máshogy működik, vagy Manchesterben. Nyilván az egész nagy vonalakban ugyanúgy működik mindenhol, de lehetnek helyi specialitások. Tehát ezt nem kívánjuk egy teljes átfogó képnek adni, de azért, hogy el tudjunk indulni erről a dologról. És ami fontos, hogyha valakinek van esetleg hozzáfűzni valója, most a nézőkre gondolok, akkor az nyugodtan írja be kommentbe alulra, hogy igen, náluk ez így működik, ő ezt tudja, azt tudja, tehát fontos lenne, hogy tényleg elkezdődjön erről egy beszélgetés. Van egy videóm arról, hogy a szülés, terhes gondozás hogyan történik, ezt érdemes megnézni, ebben most nem fogunk belemenni az idő hiánya miatt, de ezt érdemes megnézni, mert az is nagyon hasznos lehet, mert teljesen másként működik a rendszer, a kismama ellátás, mint odahaza, tehát ezt nézzétek meg. Még egyszer megköszönöm nektek, mert igazán egyikötök se volt nagyon lelkes ez ügyben, és csak Eszter reggel, amikor küldött egy SMS-t, hogy később tudna jönni, akkor Györgyinek mondta, hogy jaj, küldött Eszter egy SMS-t, és Györgyi azonnal megörült, hogy törölte Eszter? Tehát igazán köszönöm nektek, mert ezt mindketten az én kedvemért csináljátok, nagyon aranyosak vagytok. Szerintem kezdjük Györgyivel, mert ugye a kiskorosztálytól menjünk majd Eszter felé. Eszter valószínűleg annyival majd ki fogja egészíteni, ugye, hogy Emma itt született, tehát ő gyakorlatilag ugye brit állampolgár, meg van neki a magyar is, de te kisfiad ugye Eszter, ő úgy érkezett ide, hogy magyar állampolgárként, tehát nyilván volt egy kis különbség a integrálódásban, hogy akkor megkérjük Györgyit, hogy akkor mondd el, légy szíves, hogy ez hogyan is történt, mondjuk onnantól kezdve, hogy be kellett jelentened a munkahelyedre, hogy akkor mostantól te szülési szabadságra mész. Hát ez egy nagy öröm volt, ugye először is. Igazából mi tervezésünk, tehát, tehát mikor szeretnénk elmenni szülési szabadságra. Tehát az igazából itt a törvény, vagy hát azt mondja, hogy 11 héttel a szülés előtt már megtehetjük, hogy elmegyünk. Tulajdonképpen amikor terhesek vagyunk, a munkahely azt köteles támogatni abban, hogy tehát megyünk vizsgálatokra, természetesen elengedt, könnyített munkakörülmények közé tesz, hiszen nem tudunk úgy olyan teljes mértékben dolgozni, és amikor úgy érezzük, hogy nekünk ez sok, és szeretnénk elmenni, akkor ezt valószínűleg megtehetjük, mondom, 11 héttel a születés előtt, tehát előtte nem lehet. 52 hét a születési szabadság, vagy szülési szabadság, amire elmehetünk. Én próbáltam minél
később, és minél tovább tolni, mert amikor fogom magam és elmegyek szülési szabadságra, onnan számít az 52 hét, tehát lehet, hogyha nagyon hamar elmegyek, akkor nem tudom azt az egy évet együtt tölteni a babával, és én tulajdonképpen 2 héttel szülés előtt mentem el, mondjuk a munkahelyem támogatott, mert kivett nehezebb csoportokból, tehát ezzel igazából nem volt probléma. Utána köteles visszavenni a munkahelynek, az már a vezetővel való megállapodás alapján történik, hogy félállásban megyünk vissza, milyen körülmények között megyünk vissza, nem tudom, hogy esetleg lehet-e még tovább maradni, hogy tart a munkahely, de tulajdonképpen akkor nekünk már kötelességünk visszamenni. Én úgy tudom, hogy egy év után köteles a munkahely visszavenni, ha valaki tovább akar menni, akkor már kockáztatja, hogy a munkahely mutatja azt, hogy vagy már betöltöttük a pozíciódat, vagy kisebb pozícióba tudunk visszavenni, ugye? Tehát ez fontos, hogy egy évig nyugodtan visszamehetünk úgy, hogy mi abban a pozícióba akarunk visszakerülni, mert a törvény ezt írja elő. A rendszer nem olyan jó, mint Magyarországon, mert Magyarországon ugye 3 év van. Tehát azért ez fontos, hogy ugye igen, más. A bérezést illetően is más, mert tulajdonképpen az utolsó 3 hónapban, tehát az utolsó 13 hétben már semmiféle. Oké, tehát amikor elmész szülési szabadságra, akkor hogy van, hogy 3 hónapig kapsz az első fizetést? Az első 6 hétig kapjuk a teljes fizetésünket, illetve a fizetésünknek a 90%-át. Utána ez lecsökken, utána 33 hétig ez a 150 font, 148 font valamennyi egy hétre, vagy hogyha a fizetésünk kevesebb volt, annak a 90%-a, tehát mindig a kevesebbet, tehát ezért ez drasztikusan lecsökken, és tulajdonképpen az utolsó 13 hét már semmi. Tehát apukák, figyeljetek nagyon, mert bele kell húzni, hogy a családi kassa ugye ne csúszom mínuszba, de azért ez nem egy jó rendszer, mert ez tényleg óriási stresszt nyújt a család számára. És akkor utána ugye kezdődött a bölcsödés-óvodás időszakunk. Igen, amikor is, tehát én nekem volt egy olyan, tehát szerencsés helyzetben voltam, mert félállásban tudtam visszamenni, aminek nagyon örültünk. Tehát így tulajdonképpen csak egy pár napról volt szó, hogy meg kellett oldani Emmát. Ekkor kezdtünk el óvodákat keresni. Azt gondolom, hogy összehasonlítom, és nem akarok előre ugrani, de az iskola kereséshez képest, tehát az óvoda keresés az sokkal egyszerűbb volt, könnyebb volt. Mindenféleképpen fizetünk az óvodáért. Teljesen mindegy, hogy most a környéken lakunk, nem lakunk. Sokan választják azt, hogy munkahelyhez essen közel az óvoda, ami szerintem egy logikus döntés, mert bemegyek dolgozni, előtte fölveszem, végeztem, utána felveszem a gyereket. Tehát ilyen szempontból nem volt kötöttség. Tehát miután fizetünk érte, oda megyünk, ahova akarunk. Igen, tehát az óvodánál még nem számít az egymérföldes távolság, hanem tényleg bárhova lehet. Igen. Ha meg tudja az ember oldani anyagilag, akkor gyakorlatilag bármerre, tehát magánobodától kezdve, vagy az állami óvodán. Ugye rendkívül drága az óvoda költsége, tehát sokan ezért csinálják azt, hogy inkább nem is mennek el dolgozni, mert mondjuk, hogyha valaki keres egy néhány száz fonttal többet, mint amennyit az óvodáért kifizet, mert az óvoda meghaladhatja az 1000 fontot is bőven, és mondjuk akkor az anyuka nem ő neveli a gyereket, tehát sokan ezért azt mondják, hogy akkor inkább lemond arról a pár száz fontról, de akkor ő otthon marad a gyereken, ez egy költséges dolog, ugye? De aztán van egy időszak, amikor kapunk már támogatást az óvodához, ugye? Igen. Hogyan keresünk óvodát, mik voltak a fő szempontok? Nekem volt egy nagyon fontos momentum, lehet, hogy fogod említeni, ha nem, akkor majd kitérek rá. Miket nézünk óvodáknál? Nekem a legfontosabb szempont volt az, hogyha bemegyek az óvodába, hogy érzem magam, milyen a környezet, el tudom-e képzelni ott a gyerekemet. Tehát nyugodt vagy el, nyugodt vagyok-e, hogyha ott hagyom, igen. Tehát azért több óvodát megnéztünk, én még magániskolának is megnéztem az óvodáját, egy jó nevű magániskolának, mert azt gondoltam, hogy ennek biztos jobb az óvodája, ha már fizetni kell érte, akkor nézzük meg. Nem volt olyan jó a tapasztalatom, mint egy másik állami óvodánál. Igazából... Pontos, még egyszer csak megerősítem a többieknek, hogy az állami óvodáért is fizetünk. Jó, tehát ezt mindenki tudja, hogy nem csak a magánóvodáért fizetünk, hanem az állami óvodáért ugyanúgy kell fizetni ezt a több mint 1000 fontot. Ez a napi díja, az mondjuk egy olyan 40 és 60 font között mozog, szerintem úgy általánosságban egy napi díja az óvodának. Tehát most, ha visszatérünk, tudom, hogy ez lényegesebb, vagy fontosabb, tehát én örültem ennek az óvodának, ahol tulajdonképpen korosztálynak megfelelően halad mindig előbbre és újabb csoportba. Itt ebben az óvodában nagyon jó dolog volt, hogy külön volt szoba, ahol altatták, tehát ahol ugye amikor egész picik, akkor minden gyereknek megvan a más napirendje,
az egyik ekkora alszik, a másik akkora alszik. Ennek volt egy kis zárt szobája gyerekágyakkal, ahova betették aludni Emmát. Külön volt a pelenkázó, mert én voltam olyan helyen, ahol ez egybe volt, tehát éppen akkor cseréltek egy a kis pelenkát, tehát így ezt az gyerek, egész gyerek és az egész. És ez el volt egy, el, tehát azt de nem hát láttuk, de a szagot azt éreztük utána egész nap a terembe, és ugye hát így lerakva a matracok a szoba szélére, hogyha egy gyerek elfeledt, akkor ott kidőlt és elaludt. A látogatás, hogy a szülő elmenje megnézni. Igen, tehát szerintem igen, mindenképpen. Nálunk annyiban volt más, hogy kiválasztottuk abban a kerületben, ahol éltünk annak idején, kiválasztottuk az úgynevezett Children Center-t. Ismerősök, akik már itt éltek Birminghamben, ők nagyon-nagyon dicsérték, mert hogy ez állt, az a center, az a központ állt a legközelebb a magyar óvodai oktatáshoz. Viszont annak annyi volt a hátránya, hogy nagy volt a túljelentkezés, tehát az úgymond ingyenes, csak nagy volt a túljelentkezés, mert hogy sokan szerették volna, hogy ugye a gyerekük bekerüljön. Úgyhogy amint oda költöztünk, mi beregisztráltunk, viszont várakozási lista volt. Úgyhogy a mi esetünkben sajnos úgy jött ki a lépés, hogy mikor is kezdte, azt hiszem 3 éves volt, amikor el tudta kezdeni az én fiam ezt ebben a bizonyos központban, ebben a gyerekközpontban. Addig viszont úgy oldottuk meg, hogy ugye, hogy is volt, 2 éves kortól jogosult volt a heti 15 órára ingyenesen. Viszont olyan bugyután van itt megoldva az a 15 óra, hogy hát gyakorlatilag képtelenség normálisan dolgozni mellette. Úgyhogy a mi esetünkben úgy volt, hogy be kellett őt iratnunk egy éppen a kerületben adódó óvodába, mert hogy mindegyik telítve volt, úgyhogy végül találtunk egyet, mert ugye tudtam, hogy a várakozási lista az meg lesz és be fog kerülni, csak nem voltunk benne biztosak, hogy pontosan mikor. Úgyhogy megtaláltuk ezt a bizonyos nurseryt, ezt az óvodát, és igazad van egyébként, hogy mennyire számít, hogy milyen a hangulat és milyen a körülmények, mert mi annyira kétségbe esetten akartunk valamit találni, hogy addig is járjon és gyerekek közé kerüljön. Beadtuk ide, és ott volt az, és hála jó Istennek, nem is tudom, én azt hiszem 6 hónapot járt oda, ebbe az óvodába, de gyakorlatilag a visszajelzés, tehát a 6 hónapos visszajelzés, amikor ugye kivettük a fiamat ugye az óvodából, mert megjött a levél, hogy mehet és kezdhet ebben a gyerekközpontban, a 6 hónapos visszajelzés róla, hogy rendben van, minden oké, de nagyon furcsa, hogy egy szót nem szól. És hát itt jött ki nagyon, ugye én nem tudtam, mert ugye visszajelzést nem kaptam menet közben. Az én gyerekem az egy cserfes, és beszélget velem, és kommunikálunk, és minden rendben van, úgyhogy ilyen nagyon fura volt. És hát utána kaptam képeket a gyerekről, és mindig egyedül játszott. És hozzáteszem, nincsen a fiamnak nincsen semmilyen speciális igénye, meg ilyesmi, tehát nem arról volt szó, hogy autista, és ezért vonul el, egyszerűen nem vonták be. Ugye lehet az is, hogy a nyelv is okozott egy bizonyos nehézséget, de minden esetre nagy tapasztalat volt, hogy ahogy felvették őt a gyerekközpontba, és elkezdett járni, az első hónap után olyan visszajelzést kaptunk, hogy beszél, az angolja kiváló, tehát hogy ég és föld volt a kettő, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon számít, hogy érzik magukat, tehát a gyerekek is, hogy milyen helyre adja be az ember. Tehát többet tanult az alatt, az 1 év alatt utána, mert ugye utána már ment az iskolába, de az alatt, az 1 év alatt, amit ott tudott tölteni, ugrásszerűen megnövekedett a szociális kapcsolatok, a beszéde, angolul, az értés és minden. Pontosak ezek szerint az is, hogy azért a szülők megkérdezzék, hogy akkor kapunk visszajelzést a gyerekről havonta, hogyan kommunikálunk. Ami nagyon tetszett nálunk Emmánál,
mondtad, hogy ki van jelölve egy óvónő, aki a gyerekkel foglalkozik. Ez a key worker, key worker, tehát akiért és felelő. Akkor kérdeztem, hogy ezt hogyan döntik el, és mit mondtál erre, hogy ez hogy van? Hogy a gyerek választja ki. Tehát nem az, hogy most az óvónéni meg kevés van, és akkor én megkapom, hanem az, az a gyerek, aki elkezd ahhoz az óvónénihez kötődni, azzal szimpatizál, az lesz az úgymond a fő gondozója. Ez rendkívül jó, hogy már ilyen picinek ezt figyelembe veszik, hogy ő kihez vonzódik. Szuper! És akkor ugye szépen haladtam a óvodába, és elérkezett az a pillanat, hogy akkor már nekünk iskolát kell keresni, amit ugye annak idején már fölhívtak a mi figyelmünket is rá, hogy ezt már majdnem kezdjük el akkor, amikor beiratjuk az óvodába, mert van olyan, ahol óriási várólisták vannak. Hogyan működnek a támogatási rendszerek, mert azért van egy bizonyos idő, amikor már ugye kap a család valamennyi támogatást. Igen, tehát elvileg minden, tehát három éves kortól jön a támogatás, tehát a három éves gyerek, három és négy éves gyereknek kötelesség, vagy hát jár a 15 óra támogatás, a heti 15 óra az óvodában. Két éves kortól is lehet igényelni, de ehhez meg kell felelni bizonyos szempontoknak. Tehát a szolgálatossági alapon gondolom, igen, hogy ő igen, a családi igen. Tehát ezt pontosan nem tudom, tehát ez olyan helyzetben, vagy olyan támogatás kap a dolgozó. Hát ez mindenki nézze meg magát, igen, tehát ilyen részletesen tehát ez... nem tudom. Illetve, hogyha valakinek van erről információ, nyugodtan alul a kommentbe írja le, hogy milyen pontoknak kell megfelelni. Gyakorlatilag, hogyha egy olyan családból származik a gyermek, ahol nincsen szükség anyagi plusz támogatásra, akkor három éves korig magára van hagyva a család. Teljes mértékben azt gondolom. Tehát hámis vagyok, azt mondja az angol állam, hogy úgy oldod meg a gyereket, ahogy gondolod. Tehát berakhatod óvodába, fizetsz érte, viheted egy childminderhez, lehet ez egy babysitter, elviheted a nagypapához, nagymamához, nagyszülőkkel tölti ezeket a napokat a többi napon jár óvodába. A szülők oldják meg, hogy az egyik délelőtt dolgozik, a másik délután. Tehát azt mondja, hogy három és koráig végül is a te dolgod, ahogy tudod, megoldod, onnantól kezdve adunk támogatást, tehát jár ez a 15 óra, illetve ez a 15 óra lehet 30 óra is, megint csak, ha megfelelünk azoknak a kritériumoknak, és akkor ezen felül még lehet kapni, tehát van ez az úgynevezett childcare voucher, amit némelyik munkahely ad. Fölajánl. Ez fölajánl, azt hiszem, hogy ez az adónkból jön le, tehát hogy ezt én megvásárolom, és akkor ugye ezt erre lehet költeni. Létezik ez a tax-free childcare, amit nem olyan régen vezettek be, ez tulajdonképpen egy online számla, amit megnyitunk, arra úgy tesszük mi az összeget ugye a gyerek ellátására, és ezt onnan vonja le a regisztrált óvoda, childminder, neni, de ez mondjuk ez például az állam még azt mondja, hogy minden 8 font után én ezt feltöltöm neked extra 2 fonttal. Tehát itt ez még egyfajta extra támogatás. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes egyébként ezeknek utána nézni, mert nagyon sok ilyen van, és a government oldalán pedig ez egy elég, tehát a posztkódunknak megfelelően, ő ha beírjuk, hogy hogyan dolgozunk, mennyi óránk van, mennyi a keresetünk, ő ebben tehát segít, kalkulál, hogy mi az, amire mi tulajdonképpen jogosultak vagyunk. És ezt érdemes kihasználni, de azt gondolom, hogy érdemes valós adatokat állítani, tehát nem szabad ügyeskedni. Hát átvenni a rendszer, mert egyszer kiderül, aztán akkor mindent vissza kell fizetnünk, tehát ez komolyan kell venni, és van megüntetnek. Szerintem nagyon-nagyon jó az a weboldal, ugye az a hivatalos, a www.gov.uk, nagyon jó, mert minden ilyen iskoláztatással, segéllyel, juttatásokkal kapcsolatban mindent meg lehet rajta találni. Tehát az a legbiztonságosabb oldal. Mindenképpen érdemes megnézni, mert nem tudjuk, hogy mire vagyunk jogosultak. Igen. Tehát akár mondjuk ezt ki kell tölteni online, tehát mondjuk a 30 óra, de mondjuk 30 órát én megpályázom, amellett odaírja, hogy megpályázod ezt a mi is volt ennek a tax-free child care, tehát megpályázzuk, hát most vagy bejön, vagy nem jön be, tehát veszteni valód nincsen. És akkor ki tudja, tehát kapsz tényleg három és korától valamiféle támogatást, mert addig csak a családi pótlék van, ugye az, ami heti 80 font. Igen, ez a havi 80 font, bocsánat. Igen, igen, az jól, bocsánat. Havi 80 font, amit ugye ez megint érdemes, hogy is félre rakni, ha esetleg valaki tudja, hogy a babának, mert az mondjuk a 18-20 éves korára az egy jó kis összeg lehet. Nektek ebben volt valami különbség, hogy Dante magyar állampolgárként érkezett? Annyi különbség volt, hogy amikor kijöttünk, akkor másfél éves volt. Tehát ez azt jelentette, hogy mindent le kellett mondani otthon, mielőtt kijöttünk. Ugye a mi esetünkben én nyitva hagytam a kiskaput. Ha ne adj Isten, úgy döntünk, hogy visszamegyünk valaha.
Tehát az azt jelenti, hogy ugye én nem, úgymond nem váltottam pirosra, hogy teljesen elhagyom az országot, hanem csak sárgán, ami azt jelenti, hogy ugye ez a félig nyitva maradt a dolog, és ez azt jelentette, hogy a tajkártyától kezdve ugye a jegyes, a családi pótlék, ugye mindent le kellett mondani, mert hogy igenis utána nézhetnek, mert nincsen ilyen, hogy kettős fizetés, tehát le kellett mondani, és akkor utána tudtam jelentkezni a családi pótlékra itt. Tehát ez volt a legnagyobb különbség. Igen. Ez az a bizonyos időszak, amit említettél, hogy ugye mindenki úgy oldja meg, hát ugye nekünk nincs itt senki, tehát gyakorlatilag mi abban az időben váltottuk egymást, tehát én részmunkaidőben dolgoztam, a párom pedig éjszakánként, úgyhogy tehát gyakorlatilag így váltottuk egymást. Hát igen, ez nekünk is nehéz volt, mert ugye, ha nincsen senki, mert ha tényleg nincsen senki, a közeli barát, akkor ez egy komoly probléma. Igen, úgyhogy tényleg csak az a megoldás maradt, hogyha az ember, mert a mi esetünkben mi úgy döntöttünk, hogy pont azért, mert hogy mindketten csak részmunkaidős állást tudtunk találni abban az időben, egyszerűen nem éri meg abban az időben 600 fontot kifizetni havonta, hogy beadjuk a gyereket az óvodába, ami nem is olyan jó minőségű, akkor inkább egy ilyen kicsit feláldozzuk a saját magánéletünket, mert ugye ez erről szól, hogy akkor váltjuk egymást a munkába, de így végül is jobban jött ki, mert pont emiatt a 6 hónapos tapasztalat miatt, amit ott töltött a Dante abban a bizonyos óvodában, ami nem volt jó tapasztalat, ott jött ki, hogy hiába nem volt gyerekek között szocializálva előtte, mert ugye csak 3-an voltunk, de még mindig inkább saját családban legyen a gyerekem, mint hogy rossz környezetben, és az a bizonyos óvoda egyértelműen nem volt jó. Mondjuk nagyon érdekes, mert nekem nagy fájdalmam volt ez, hogy nincs 3 év. Tehát az, hogy azért otthon szülni 3 év, otthon vagy, azért ez milyen szép dolog. Amikor azt mondta, hogy a 3 év azért hosszú otthon, és tetszik 2 év, már ugye elkezd egy anyuka úgy fészkelődni, hogy elég volt, hogy jó lenne valamit. Viszont érdekes volt, mert én mindig kérdezek. Tehát valamilyen oka van annak, hogy itt tehát 1 év azt mondják, hogy menjél vissza, nem csak azért, hogy most dolgozzunk, hanem azt mondják, hogy egy gyereknek sokkal könnyebb ebben a pici időszakban elkezdeni beilleszkedni, mint az, hogy már 3 évesen, amikor én ezt említettem az óvodába az óvónénnek, hogy azt mondja, hogy 3 éves gyerek, hát ez már az anyukától leválni sokkal nehezebb, mint ha már ezt korábbi időszakban igen, csak azt elkezdjük. Csak azt felejtik el, hogy nem arányos a fizetés ahhoz, hogy én csak úgy megszabaduljak. 3 évre, igen. A 5, mondjuk 500 és 1000 font között én megszabaduljak attól a pénztől, amit ugye, tehát egyébként teljesen egyetértek, mert ez lenne az ideális, ugye, ahogy otthon is működik, hogy igenis szocializálódjon a gyerek, és kerüljön be minél hamarabb, amikor csak lehet óvodai vagy bölcsödei környezetbe, de hát ha nincs meg a megfelelő anyagi háttér itt, ugye, ezt nem mindenki engedheti meg magának, hogy ugye kifizess. Tehát ilyen szempontból, de egyetértek vele, csak ennyiben a nehézség, hogy ennek anyagi háttér meg kell, hogy legyen. Ezért mennek azért otthon is el, tehát igen. Azért gondolom, hogy ezért van a bölcsőből se kapják, igen, tehát igen, nem a teljes. Mindig ez érdekes volt, hogy most nem akarok politikát belevinni, de hogy most ott otthon voltunk, tehát hogy ennek a kormánynak mennyire családbarát és támogató a politikája, így összehasonlítva, hogy itt 3 évig azt csinálsz, amit akarsz, tehát az, hogy ilyen támogatás, 3 gyerek, akkor nem kell adót fizetni, vagy ha lakást, házat veszel, akkor nem tudom, hogy visszakedvezni, hogy autót veszel, ha baba program most már az összes ingyen van, tehát, hogy annyira támogatják, hogy ez itt így valóban másképp működik. Gyadi, akkor annyit mondja nekünk, légy szíves, hogy ugye elkezdődött aztán a fejfájás, hogy keresünk el vannak iskolán. Ugye én a barátaimmal tartom a kapcsolatot, meg nyilván teljesen, akkor mondtuk, hogy 4 évesen ma is már iskolát keresünk, akkor fölakadt ugye a szemük, és kérdezték, hogy úristen, milyen rendszerben vagytok ti, hogy hát azért otthon a gyerekek jóval később mennek iskolába, hogy ez hogy is van itt? Ez valóban így van, tehát hogyha betölti a gyerek a 4. életévét, akkor ugye szeptembertől iskola köteles. Most, hogyha a gyermekünk októberben töltötte be, akkor a következő szeptemberben indul, de ha augusztusban,
töltötte be, akkor már szeptemberben megy az iskolába. Tehát mondjuk mi örültünk, hogy Emma decemberi, tehát igazából így azért volt egy kis ideje, tehát nem olyan picikén megy az iskolába, hanem azért már nagyobb bacska lesz. Igaz, hogy ez reception class, tehát még nem első osztály, ez volt egy iskola előkészítő, de hát ezt jobban tudod, Eszter, ha már ott vannak a gyerekek. De igen, tehát abban a szeptemberben, amikor ő már iskola köteles, az előző évben érdemes az iskolákat nézegetni, hiszen akkor az előző év szeptember, október, november az az időszak, amikor nyílt napokat tartanak az iskolák, tehát be lehet menni, információt lehet kérni, meg lehet ismerkedni az iskolával, és akkor ugye a következő év január 15-éig éjfélig kell pályázni interneten keresztül, megint csak ugye a város government oldalán, online, hogy hova szeretném a gyerekemet szeptembertől majd beiskoláztatni. Szegényként úgy járt el iskola látogatáson, hogy randevúra járt el volna. Nem illetve mondják azt sokszor, hogy amikor már óvodába kezd menni a gyermek, és kiválasztottunk egy iskolát, hogy akkor már pályázzunk oda, mert óriási a várólista. Hogy van ez a rendszer, hogyan lehet pályázni, milyen kritériumok vannak, hogy is működik ez? A kritériumok az megvan, hogy tehát itt most már fontos, hogy hol lakunk, és ugye hát a környezetünkben, ami általában egy ilyen egy mérföldes, de lehet kisebb is, attól függ az iskolától, lehet egy picit nagyobb környező, catchment area, tehát ezek az iskolák, ahova mi tartozunk. Most akkor ugye mit csinálunk, megnézzük ezeket a környékbeli iskolákat, és hogy ugye ez alapján, amelyik szimpatikus, kiválasztjuk. Most a kritériumok az, hogy hol lakunk. A kritérium az, hogy már van a testvér az iskolában. Ha van testvér, akkor már bekerül a kisebb testvér automatikusan. Ha ez egy vallásos iskola, katolikus iskola, church, a finland iskola, meg van-e keresztelve ez a gyerek. De ez a gyerek valóban katolikusra van keresztelve. Ez is fontos. Ha oda tartozunk-e, ha a templomhoz járunk a templomba, amelyikhez az iskola tartozik. Igen, de hát ez nem elég, hogy én most benézek néha a templomba, és aranyosan mosolygok, hanem 3 éven keresztül legalább havonta egyszer én eljártam Isten tiszteletre, tehát ezzel én bizonyítom, hogy én oda tartozom. Most ez akkor megint ugye arról beszélünk, hogy akkor már, amikor a gyerek óvodába kerül, akkor el kell kezdeni járni templomba, hogyha oda akarjuk beadni, mert nem elég az, hogy kitaláljuk szeptemberre, hogy jövőre de jó lenne oda menne a gyermek, és akkor elkezdünk őrülten járni a templomba. Senkit nem érdekel, mert azt mondják, hogy gyerekek 2,5 évig hol voltatok. Nem, mert azért örülnek egy olyan alátámasztó nyilatkozatnak, amit a paptól vagy a tiszteletes úrtól elkérünk, hogy ő ezt nekünk bizonyítja, hogy mi valóban oda tartozunk és jártunk, és hogy aktív tagjai vagyunk a gyülekezetnek. Igen, szerintem ez nagyon számít, hogy melyik kerület, mert abban a kerületben, ahol korábban laktunk, mi is katolikus iskolába pályáztunk, meg volt keresztelve Dante, de szerencsére nem kellett további bizonyíték, úgymond, erre. Uh-huh. Tehát amikor a gyerekközpontban ő végzett, tehát befejezte az 1 évét, és úton voltunk ugye a különböző jelentkezések felé, ami most így végigmentetek. Nekünk is az első helyen volt a katolikus iskola, de ezen kívül nem kellett több. Viszont amikor iskolát váltottunk, másik helyre mentünk, beadtam ott is a jelentkezést egy katolikus iskolába, ott viszont egyértelműen ki volt mondva, hogy ha a pap nem támogatja, akkor esélye nincsen. Teljesen mindegy, esélye nincsen. És nálatok a katolikus keresztlevelet kérték, mert nekünk erről van egy sztorink, hogy nem... Igen, abban az időben... vagy csak elhitték bemondás alapján. Nem, szerencsések voltunk, mert abban az időben egy magyar pap prédikált abban a templomban minden hónapban egyszer, és én megkértem őt, oda mentem hozzá, és megkértem, hogy hát van erre lehetőség, hogy megkereszteljük a Dantét, és azt mondta, hogy igen, és tényleg nagyon rendes volt, mert semmi más egyebet nem kért tőlünk. Úgyhogy megkeresztelték a Dantét, és akkor onnantól kezdve meg volt a hivatalos levél, tehát meg kellett, hogy legyen a hivatalos persze, katolikus keresztlevél. Igen. És akkor hány iskolát lehet Győri választani?
Hármat maximum. Tehát de lehet ez egy, lehet kettő, de három a maximum, Ugye amilyen már most jó, kritérium. hogyha beszélünk arról, hogy most az állami iskolákról beszélünk, majd érintjük a magániskolákat is. Tehát most úgy vagyunk, hogy az állami iskolák közül hármat be lehet jelölnünk, Igen. hogy melyikbe szeretnénk. Ugye, Igen. hogy beszélgetünk ezt az autózás közben, ugye, hogy te mondtad, hogy nálatok ti egybe vagy kettőbe adtátok be, és imádkoztatok, hogy bejöjjön. Hogy volt ez Igen. nálatok? Igen, abban a kerületben volt egy pár lehetőség. Az egyik ugye ez a bizonyos római katolikus iskola volt. Volt egy másik római katolikus iskola, de az a típusú katolikus iskola, akinek nem volt jó az osztály eredménye, és ezáltal bárkit bevett, úgyhogy nem volt az alaphangulat sem oktatás terén, sem a szülők hozzáállása terén nem volt megfelelő, tehát ők nem voltak népszerűek, úgyhogy őket ezért nem jelöltük be. Volt anglikán, értelemszerűen nem jelöltük be, pedig az egyébként az egyik legjobb volt a kerületben. És volt két úgymond nem vallásos iskola, viszont az egyik iskolában annyira szűk közösség járt, hogy nekem az egy szempont volt, hogy egy ilyen Befogadó keveredés, közösség, igen, tehát nem? milyen a közösség, ahova berakom a gyereket, és az fontos volt, hogy fekete-fehér, sárga-barna, teljesen mindegy, Mert ez de az ország arról legyen, szól, így mert hogy ez van. az ország arról szól, tehát hogy teljesen mindegy, hogy csak ne egy bizonyos kategória Kategóriába, legyen, persze, tehát igen. ez egy nincsen semmi baj. Tehát ezt nem szerettem volna, úgyhogy ez azért esett ki. Így maradt az úgymond nem vallásos iskola és a római katolikus iskola, és hát nagyon szerettem volna. Igazság szerint nem akartam a normál, tehát a nem vallásos iskolába beadni, de az volt még a Elfogadhatóbb. legelfogadhatóbb a környéken, úgyhogy gyakorlatilag tényleg abba bíztunk, és hát ezért imádkoztunk, hogy És ez a bizonyos, meghallgattak? és Igen? igen, úgyhogy Na, Isten gratulálunk meghallgatott, hozzá. mert hogy tényleg az iskola lett, és az volt az, ami gondolom nektek is ez szempont volt, amikor bementem iskolalátogatásra, ahogy fogadtak, az egész iskolának a hangulata szimpatikus volt, hogy az igazgatónő 5 percet beszélt velünk a legelején, és azt mondta, hogy ez nem az ő tiszte, hogy bemutassa az iskolát, mert hogy ő mondhat bármit, ezért itt van két hatodik osztályos gyermek, és ők vezettek minket végig a suliban, és akkor tényleg lehetett tőlük kérdezni mindent, hogy milyenek a tanárok, mert egy ideig még lehet, hogy bólogatnak, meg igen, de azért, ha az ember föltesz egy-két trükkös kérdést, és mondjuk nem olyan az iskola, azért az Kijön a kijön, gyerekből. mert kijön a gyerekből, nem fog hazudni. De abszolút pozitív volt, tehát, hogy tényleg úgy nyilatkoztak, hogy nagyon szeretnek, jó hangulat, szeretnek ide járni. Megerősített. Igen, Így úgyhogy volt, ugye? megerősített Te is, két hogy év, végigjártál. igen. Tehát ez egy ilyen bevett dolog, hogy a diákok mutatják De végig, szimpatikus és egyébként ez tényleg. teljesen, tehát olyan nyitott, tehát kinyitják az osztálytermet, be lehet nézni, kiinteget a tanár, tehát egy ilyen nagyon kellemes, mondjuk ilyen szempontból minden iskolában szerintem ez többnyire Mi, amikor így megnéztük a működik. másik két helyet, a nem vallásos iskolát, ott például az igazgató vezetett körbe, jobban az igazgató helyettes. Tehát ott nem Ott gyerek volt. nem. Úgyhogy valószínű ezért volt nekem akkora Wow. sok pozitív értelemben, hogy a Gyerekek. katolikus iskolában viszont a gyerekek vezettek végig, hogy mennyivel jobb, más a hangulata. Azt gondolom egyébként, hogy ez mindenkinek stresszes, mert úgy gondoltam, hogy nekünk az. Tehát valahol megint egy másik kultúra, nem ismerjük annyira ezt a rendszert. Tehát mennyire egyszerűbb otthon, amikor egy kisvárosban van, három iskola, a szomszédnének oda jár a fia, az unokatestvére, ismerem a tanárt. Tehát itt azért lehet, hogy van ismerős, de valahogy, tehát ez megint egy kicsit más. Ebbe be lehet tanulni, mert utána lehet nézni, meg olvasni, meg ez hogy működik, meg hogy pályázok. De ez szerintem azért megnehezíti
egy kicsit, legalábbis nekem, de azt láttam, hogy teljesen mindegy, tehát az angol szülők, akik itt élnek, mindenkinek az. Tehát az, hogy itt jönnek az, hogy elköltöztünk hamarabb, vagy beszélgetek októberben, hogy úgy néz ki, hogy költözünk, mert január 15-ig le kell adni. Ez gyakori és akkor, gyakorlat, hogy igen, oda költöznek a szülők, igen, ugye, igen, ahol kiválasztanak igen. egy iskolát, és ugye ahhoz nekik ott kell igen. lakni. Amire én azt gondoltam, hogy butasság. Tehát, nem, tehát amikor, tehát ugyan már hát ott van egy kisfalba, volt egy iskola, nem volt választék, eljártunk, mégis kikerültek intelligens, okos emberek egyetemre abból az iskolából, tehát miért kell ekkora faxnit csinálni egy iskola keresésből. De szerintem tényleg nagyon fontos, most így körülnézve, hogy milyen iskolák vannak, minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, ez is természetes. De hogy az, hogy igen, fogom, elmegyünk albérletbe addig, hogy be tudj, mert be kell mutatni, hogy én ott lakom, oda jönnek a számlák, én innen fizetem a várostaxot, a nevünkre jön, erre a címre jön, tehát nem mondtam, bemondásnak nem mondhatom, hogy én most csak itt lakok. Előre kell tervezni, mert hogy a számlák megérkeznek, nem lehet az, hogy kitaláljuk úgy novemberben, igen. hogy költözünk, és akkor januárban, mire le kell adni 15-ig a pályázatot, nem jön meg egy számla sem. De ez hozzátartozik, hogy korábban az volt, hogy bárki beadhatta. Nem kértek papírt, úgyhogy ezt azért találták ki, mert hogy korábban kihasználták ezt, hogy megkérdeztem a barátomat, hogy bejelentkezhetek hozzá, és akkor azt hiszem valami olyasmi volt, hogy elég volt annyi, hogy a barát írt egy papírt, hogy igen, itt lakik. Tehát nem volt más. Most viszont szigorították, amivel teljesen egyetértek, hogy be kell mutatni ugye a proof of address, hogy tényleg ott lakunk, és akkor ugye, amit említettél, hogy ilyen-olyan számlákat, tehát tényleg előre kell tervezni. Ugye biztos, hogy más, tehát egy kisebb városban más a helyzet, a Birmingham azért ez nagy város. Persze. Tehát az, hogy tulajdonképpen ezt a kritériumrendszerüket is megértem, mert minden iskola, mi két iskolába adtuk be végül is a jelentkezésünket, háromszoros túljelentkezéssel működnek. Tehát ha most az lenne, hogy 30 gyereket vesznek föl, ebből 28 jelentkezik, de nem is lakik a környéken, fölveszik, mert örülünk neki, van gyerekünk. De a 30 helyett 90, akkor valamit ki kell nekik találni. És én beszéltem itt egy adminisztrátorral, és még mondtam is, hogy hát tulajdonképpen én megnéztem még a születési statisztikákat is, hogy 2015-ben leesett a születési statisztika, tehát ez azt jelenti, hogy kevesebben vannak Emma korabeli gyerekek, tehát nagyobb az esélyünk bejutni. Most ez megint csak Birmingham, azt mondta, hogy hát akkor nézzem meg arra is biztos a statisztikát, hogy mennyi a bevándorló, mennyi család költözik be, erről nincs, hozza a gyerekeket, környékre menni akar. Tehát ez a háromszoros túljelentkezés, ez reális. Ugye ezt mondtuk, hogy ezek egy általános információ, ki hol lakik, azt érdemes utána nézni, hogy hogy van. Nagyon érdekes, hogy ugye két helyre adtuk mi be, vagy hát adtad, mert ez inkább a te projekted volt, és én vittem el az iskolába a papírokat, és ugye beadtuk a keresztelvet Emmának, és nem írtuk be, mert kérdezik, hogy megvan-e keresztelve a gyermek, beírtuk, hogy igen, de azt nem írtuk be, hogy milyen vallása van megkeresztelve. Tegyük hozzá, egy katolikus iskolába akartuk beadni, mert úgy gondoltuk, hogy az itt a közelben az a legjobb, és olyan nagyon örültek neki, keresztlevél, minden megvan, magyar keresztlevél, és akkor egy két hét múlva, vagy három hét múlva jött egy e-mail tőlük, hogy... Egy levél, hogy nem katolikus a keresztlevél. És ha január 31-ig bemutatok katolikus keresztlevelet, akkor rendben van. Egyébként a rang a kritérium listájukon utolsó helyre kerül, nem katolikus a gyerek. Tehát nem hazudtunk, csak nem írtuk be, hogy most milyen keresztlevele van. Úgy gondoltuk, hogy átcsúszik a rendszeren, és nem. Tehát nagyon odafigyelnek, mert a magyar igen. keresztlevelet is lefordították, tehát gyakorlatilag nem nagyon lehet kijátszani a rendszert. Nem, az mindenképpen római katolikus. Igen. De nekem nevettek a munkahelyen, amikor bement, hogy milyen egyszerű lenne most egy tábla csokival, vagy egy virágcsokorral elintézni ezt. De hát ugye mondják, hogy tehát igazából tehát nem az iskola, tehát a felsőbb dönti el. Tehát itt, hogyha most például egy lakótelepen lakunk, és ugyanabból a lakcímből, de különböző ajtószámból jelentkezik a gyerek, akkor hasra ütésszerűen választanak egyet. Tehát még véletlenül is nincs az, hogy a tanítónőnek az ismerőse, hogy tényleg az számíthat, befolyás legyen. Az számíthat, hogyha testvérek már oda járnak. De nyilván a gyerek, a testvérgyereknek is végig kell menni ezen, tehát az első gyereket is valahogy be kell juttatni, meg kell lenni ennek a rendszernek. Viszont aztán utána kell... a többek azok már, hogyha egy kell, igen, akkor az nehezebb. Jó, tehát gyakorlatilag ugye most mi február közepén vagyunk, tehát mi most imádkozunk és várunk, hogy mi is fog történni. Nekem nagyon érdekes volt, hogy én is elhaladtam azért egy-egy iskolába, ami nekem nagyon tetszett az egyik iskolába, és nem tudom, ezt Eszter, te jobban meg tudod mondani, hogy ez így van mindenhol, vagy sem, de majd kitérünk rá, hogy például volt egy olyan, hogy péntekenként a gyerekeket összehívták egy ilyen gyülekező terembe,
ahol az összes évfolyam, az összes gyerek ott volt, nyilván az alsó tagozatról beszélünk, és ott minden egyes osztályból kiemelték, és nagy vetítőkön kirakták, hogy ki volt azon a héten annak az osztálynak a legjobb tanulója. Azért, mert hogy ő nagyon jót elért, vagy nagyon kedves volt a többieknek, tehát nem feltétlenül csak tanulmány eredmény, és ez rendkívül motiváló volt a gyereknek. Voltam egy ilyen iskola látogatásán, és véletlenül csöppentem bele egy ilyennek, és akkor mondtam a két kisgyereknek, hogy mondtad Eszter, akik engem körülvittek, hogy akkor álljunk már meg nekem, ez a legfontosabb, hogy nézzük meg, hogy milyen, és óriási élmény volt, és pont az egyik kisgyerek, aki nem tudott róla, ő is ki lett választva, és olyan boldog volt, hogy ugye megálltunk ott és megnéztük, hogy ez mindenhol így van, Eszter? Ez mindenhol így van. Tehát ez egy rendkívül motiváló dolog. Ez az assembly. Assembly, így van. Péntekenként. Igen. Nem tudom, hogy ez Magyarországon működik-e vagy sem, de én ezt rendkívül motiválónak találtam. Ha csak nagyon, nem vált. Nagyon azóta tetszett változott a gyerekeknek, valami. És olyan boldogok voltak egymásnak is. Ami még érdekes volt nekem, hogy megint csak alsó tagozatokról beszélünk, hogy ahol én voltam, hogy ott nem úgy volt, mint annak idején, amikor jó régen volt, már lehet, hogy már változott ez Magyarországon is, hogy mi az első osztálytól kezdve két soros padokban ültünk. Itt pedig a gyerekek egy asztal körül ültek, hárman, négyen, öten, mikor, hogy, és mint egy játékos, beszélgetős oktatás volt, mondom, ez egészen az alsó tagozat végéig, hogy ez megint nekem nagyon szimpatikus volt, hogy nem érezték azt, hogy na itt már, amit mondtál Gyeri, te, hogy ugye bementünk a gyerekekkel, köszönt mindenki, kiszóltak, hello, hogy mint a tanár is, tehát igen. Sokkal lazább a környezet, nem az a nagyon fegyelmezett, mint odahaza. Igen. Ugye ez általános tapasztalat? Ez általános, igen. Tehát nem tudjuk már, hogy Magyarországon, hogy van, azt nem tudom már, hogy valaki ezt úgy de... gondolja, akkor írja hozzá nyugodtan, hogy ez Magyarországon. Hogyan lehet, hogy már ott is változott, ott is valami biztos. De ez nekem mondjuk így nagyon szimpatikus volt. Annyi a különbség, hogy például a reception osztályban hagynak még egy nagyobb teret a gyerekeknek, ilyen nagy szőnyeggel, amin még leülhetnek játszani, mert a reception az inkább egy kicsit ilyen igen, ezt mondták, nem, és egy játékosan átmenet, próbálják átmenet, igen, tanítani, egy kicsit ilyen átmenet, tehát nincsenek akkora elvárások, nem kell annyi ideig ülni a padban, ehetnek, ihatnak, tehát hogy van egy, én egy kicsit olyannak láttam a reception-t, persze van extra benne, amitől más, ugye, hogy az angol rendszer más, de egy kicsit olyan a reception, mintha az óvoda nagycsoport és az iskola előkészítő össze lenne mixelve. Tehát rengeteg játékosság, de azért komolyan veszik azt a részét, hogy azért ugye a számok, a hangzók, ugye a betűk, az már ugye elindul a receptionbe. És van egy másik része, amit említettél, hogy ugye alsó tagozat, az itt nincs ilyen kifejezés, hanem gyakorlatilag reception, és akkor elsőtől hatodikig az az általános iskola. Mindjárt ebbe belemegyünk részletesen, de tényleg ez nekem nagyon szimpatikus volt, hogy ilyen laza volt az a reception, ezt majd mindjárt akkor elmondjuk. Györgyi, még ennyit mondjál, légy szíves, ugye beszéltünk az óvodáknál, hogy milyen kritériumoknak néztél utána. Iskoláknál mi volt az, ami számodra, meg aztán nyilván ebbe csatlakozhatsz Eszter is, amikre azt mondtuk, hogy na, ide beadjuk a pályázatot, oda meg egyáltalán nem, mert eszünkbe sincsen. Hát először, amikor elmentem, megnyitok ugye munkahelyről elkéreckedve, visszamentem, kérdezték a többiek, milyen volt, hogy jó iskola, de fogalmam is, hogy én most itt mit keresek. Tehát igazából nem tudtam. Aztán sok ahogy nézegettem, kialakuljon benned, nézel. Nekünk fontos volt, tehát én most megnézhet meg, annyi szülővel beszélgettem, akinek fontos volt az Ofsted report. Ugye ez egy nagy dolog, hogy most ez egy jó minősítésű, kiváló minősítésű iskola, vagy éppen olyan, ami fejlesztést igényel. Most ez olyan, de ezek 50 oldalasak, ezek az Ofsted reportok, el lehet olvasni az összegzést, de hát én is megnéztem egy kiváló, ami mondjuk 2013 vagy 2015, tehát most keresünk, azóta ez változhatott. Lehetett egy igazgatóváltás, lehetett egy szemléletváltás, egy tanári karváltás, és lehet, hogy ez az iskola már sokkal jobban teljesít, vagy rosszabb. Tehát valamiféleképpen minden, tehát kiinduló pont, de nem ez hiszem, egy állami, hogy ezzel állami kellene. Állami audit, ugye? Tehát az állam mondja meg, hogy ezek az iskolák ilyen kategóriát kapnak. Tehát bemegy az iskolába tulajdonképpen egy ilyen megfigyelő, Inspektor. És akkor bizonyos szempontok szerint halad végig, és végig hát ez egy standardet biztosít tulajdonképpen. Így van, tehát annyiban jó, ahogy említetted, annyiban jó, hogy ha más nem, amikor az iskola keresés van, kiüti a listáról, hogy körülbelül... Hogy ugye itt számokról beszélünk, ugye 1 és 5 között van a számozás, ugye az 5-ös az ugye a nagyon kiváló, a 4-es az megfelelő, a 3-as az, amikor már figyelmeztetik az iskolát, hogy ugye változtatnia kéne, és azt hiszem a 2-es az már gyakorlatilag
majd, hogy nem bezárással közeli fenyeget, az vagy. már Aha. nagyon bezárás közeli. Úgyhogy amikor az ember keresi az iskolát, az ad egy kiinduló pontot, mint első körben, hogy Ofsted 4 vagy Ofsted 5. Én csak azokat kezdtem el megnézni. Igen. És egyébként meg igazad van, mert hát ugye az iskolák változik, mindig följebb turbozzák ugye a szintet, tehát takar egyfajta valóságot természetesen. Igen. Talán az adhat egy kiinduló pontot szerintem egy Ofsted report, tehát a riportnál megnézni, ugye az ember nem olvassa végig azt az 50 oldalt, de mondjuk a legvégén azt érdemes megnézni, hogy milyen statisztikát mutat, hogy milyen arányban tudtak tovább tanulni a kikerülő gyerekek. Tehát igen. Az még adhat egy plusz... Milyen eredményei vannak. Igen, igen, hogy milyen eredményei vannak, hogy azok, akik kikerültek, azok ugye milyen típusú iskolába tudtak tovább tanulni. Tehát az adhat egy ilyen extra. Igen. Mert lehet az egy kiváló iskola, de ha mondjuk a gyerekem nem jön ki a tanárral, akkor hát, hogy csak egy sima jó iskolában jobban és fogja jobban fog érezni szerepelni. Magát. Tehát ez megint az, hogy bemenni, megnézni. Ez mindenképpen megint, tehát nekünk fontos volt az, hogy kis osztály legyen. Tehát legyen valami, tehát mondtam, 30 gyerek. Tehát egy olyan kisebb mértékű iskola. Mert lehet ez egy nagyobb két osztály indul, vagy lehet 40 fős az osztály. Minimum az 30 osztály. Tehát az, hogy hány osztály indul, igaz? Tehát mert ha indul 5 első osztály, mondjuk, akkor az azt jelenti, hogy 150 elsős gyerek van, ami óriási. De hogyha van igen, egy vagy kettő, akkor azért ott jobban igen, figyelnek, igen. Ugye? Mert hány pedagógus jut egy általában egy tanár van, és egy asszisztens. Egészen harmadik osztályig egy tanár és egy asszisztens. És aztán negyediktől az állami iskolában, és aztán negyediktől lesz két tanáruk az osztályban, és akkor ők felváltva tanítanak. Különböző dolgokat. Ha van lehetőség, nekünk nem volt, de úgy egyébként, ha van rá lehetőség, akkor megéri más szülőket is megkérdezni. Pontos, minél több információ megnézni, nyílt napok. Tehát amikor oda kerül a sor, akkor én már biztosan tudom, hogy ezt a három iskolát szeretném, de ha nem veszik fel sehova sem, mert ugye ezek realisztikus választásoknak kell lenni, tehát azért azt írja az oldal is, igen. Hogy ne olyat válassz, ami nagyon messze van, ne olyat válassz, aminek nem felelsz meg, mert nem katolikus a gyereked, hanem azért realisztikus választások, de mégsem sikerül, akkor sem marad azért iskola nélkül, tehát kötelező. Fellebezhetsz is ellene, meg akkor azt mondja a város, hogy hát ezekbe sajnos nem fér bele, de itt van ez az iskola, ahol van hely, ott szívesen látják Emmát, vagy hát a gyereket. Innentől kezdve már ez a te döntésed, hogy ezt elfogadod, belemész-e. Ami nagyon fontos volt, hogy és nem rasszizmus, mert ebben az országban nincsen rasszizmus, mert mindenki másféle színű, tehát itt nincsen ilyesmi, és hogyha ugye volt nekünk azért egyfajta ilyen elképzelésünk, mert ugye Birmingham belvárosában nagyon sok olyan iskola van, ahol 95%-a fekete gyerekek járnak, és azért szeretnénk azt, hogy a kultúránkat valamennyire megőrizzük, hogy, és semmi bajunk nincsen vele, de hogy legalább fele-fele arányos legyen a dolog, és ezt egyik alkalommal felvetetted ugye az egyik látogatásod alkalmával, hogy ez hogy van, és mondták, semmi probléma nincsen, ugye? Mert hogy ezt mint kulturális background, tehát hátterünk meg tudjuk indokolni, hogy mi olyan helyre szeretnénk menni, ahol többségében vagy legalább fele-fele arányban vannak a gyerekek, tehát emiatt nem fognak minket rasszistának tekinteni, hogy nekünk van egy ilyen elképzelésünk, tehát ezt megint csak ne érezze úgy senki, hogyha ő ezt szeretné kihangsúlyozni, hogy akkor ebből neki problémája lesz, csak nyilván ezt udvariasan kell, és nem azt mondani, hogy én nem akarok járni fekete gyerekek között, hanem úgy, hogy ugye nekünk ez fontos. De amit mondott ugye Eszter ugyanúgy, hogy mixed, tehát legyen benne mindenki, de ne az legyen, hogy egy legyen teljes többségében. Tehát az, hogy mix, azt szerintem ez egy hatalmas előny Magyarországhoz képest. Tehát az, hogy a gyerekeink megismerik az ázsiai, a kínai, az indiai, a pakisztáni kultúrát, onnan vannak barátai. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, de ugye amit mondasz, hogy ne csak az legyen. Ami nehézség, hogy valahol igen, én ezt felhozhatom, de azért ne felejtsük el, hogy mi is csak egy bevándorlók vagyunk persze, ebben az országban. Igen, tehát én nem mondhatom azt, hogy... Mondtam, tehát ugye azt mondom, hogy igen, én tudom, mi is magyarok vagyunk, de azért Európa a kultúránk, tehát szeretnénk ezt erősíteni, és hogy ezért legyen fele-fele arány. Csak elmesem, hogy az egyik óvónéninknek nem vették fel a gyereket abba az iskolába, ahol az anyukája dolgozott, mert kívül estek, nem felelt meg, azt mondták, hogy őket ezt nem érdekli, hogy ott dolgozik a mama. És olyan iskolát kapott a kislány, ahol ő az egyetlen fehér az osztályba. Úgyhogy azt mondta neki az óvónéni, hogy hát a szín az nem számít, és jól érzi magát a kislány, de nem tudom.
Persze, hát van ilyenre is mindenféleképpen példa. Ez Ami nem még fontos, kiváló. talán lehet, hogy ezt te tudsz valamit mondani, hogy minden iskolába, ha bekerül egy gyerek, és még nem olyan az angolja, ez már óvodában is így volt egyébként, mert ugye sokan jövünk úgy, hogy esetleg gyerekekkel már, akkor ezt felkarolják, ezt a gyereket, tehát külön nyelv órái vannak, tehát emiatt ne érezze senki magát rosszul, hogy most akkor a gyereket beküldi egy óvodába, és a gyerek még alig beszél angolul, ez nem lehet akadály. Ez így van. Tehát a mi esetünkben ugye a Dante nagyon jól beszélt angolul, de azt tudom, hogy azért, mert magyar állampolgár, annak számít, ugye, hogy a második nyelve csak az angol, ezért automatikusan megkapta az extra segítséget ebbe a bizonyos gyerek centrumba, ahova ugye bekerült, tehát ott külön támogatást kapott. Az ő esetében ez a bizonyos támogatás nagyon hamar abban maradt, mert egyszerűen nem volt rá szüksége. Tehát annyira gyorsan felfejlődött az elvárt szókincse, hogy azt mondták, hogy akkor inkább adják ezt a extra órát, akkor hagyj kapja meg a lengyel kisgyerek, aki viszont anyuka, apuka lengyel, és konkrétan egy szót nem tudott szegény gyerek angolul, és mondtam, hogy átadom az óra számát a Dantének, mert tényleg nincs szüksége az én gyerekemnek. Ekkora mennyiségű, de úgy egyébként tényleg rengeteg segítséget kapnak a gyerekek. Vannak a magániskolák is, hogy azokkal mi a helyzet, csak érintőlegesen, hogy azért az embereknek van választási lehetősége. Hogy ugye ami érdekes, hogy most itt a állami iskolákba nem kell fizetni, tehát mondhatja azt valaki, hogy az óvodából megszabadultunk, ahol kellett fizetni az állami óvodába is. Tehát bekerülünk egy állami iskolába, onnantól kezdve az állami iskola ingyenes, de ugye, hogyha valaki nem érzi magát jól, ott akkor még mindig van alternatíva, hogy mehet magániskolába, ami viszont fizetős. Igen, még azért azt hozzátenném az állami iskolához, hogyha ugye az iskola 3:45-9-től 9-től 3:30-ig, tehát hogyha ebben tehát nem tudok, korábban kezdek dolgozni, vagy később dolgozom, akkor azért van a napközi, vagy a reggeli klub, amiért azért fizetni kell. Mondjuk ez egy szempont nekünk is volt, hogy én szeretem olyan iskolát, ahol ez egy helyen egy megtalálható, helyen. Tehát nem az van, hogy most utaztatni, hogy én elviszem el hozzá a szervezethez, vagy ahhoz a childminderhez, aki nekem majd fölveszi, és soha nem megyek be az iskolába, mert ő viszi a gyerekemet, és ő hozza el. Tehát azért ilyen kiadás mondjuk van, de hát összehasonlítva a magániskolákkal azért ez nem, tehát azért ez csekély. Magániskolák léteznek, vannak, kis létszámban, jó eredményekkel, 10-15 gyerekkel egy osztályban, egy de akár van olyan 6 gyerek van, mert annyira kicsi az iskola, de hát ugye ott komoly összegek vannak. Viszont ott nem vagy kötve ugyanúgy, mint az óvodánál, hogy oda mész, ahova akarsz, mert fizetsz érte, mint az óvodába, tehát te választod, hogyha neked ott van az a munkahelyed mellett, és te oda akarsz, és ez tök mindegy, hogy nem esik bele a catchment area-ba, akkor oda mész, ahova nincs. Akarsz. Kötelezettség, nem kell a város oldalán bejelentkezni, tehát ez teljesen magánúton történik. Regisztráltatni kell a gyereket, aminek van valamiféle díja, és akkor utána ők kimennek, akár megnézik, információt kérnek a gyerekről, és akkor ott elindul. Én azt hiszem, az a regisztrációs, az valami olyasmi, hogy úgy hívja, hogy ez a elkötelezettség. Tehát, hogy ugye, ha azt befizeti az ember, akkor az már mutat egy elkötelezettséget, igen. Hogy akkor ugye oda megy, és az nem egy visszatérítendő összeg. Igen. Csak mindegy javaslat, én azt gondolom a többieknek, akik hallgatják ezt a interjút, hogy ha valaki úgy érzi, hogy ez a három iskola nem volt olyan, amiben szívesen küldeni a gyereket, vagy ne adj Isten, az első olyan volt, de a másik kettő nem, akkor mint egy ilyen B-terv, beadhatja egy magániskolába a pályázatot, mert a kettő nem zárja ki egymást. És ha esetleg nem kapja meg azt, amit szeretett volna az államiskolába, akkor még mindig mondhatja azt, hogy akkor elmegy abba a magániskolába, akár egy évre, mert viszont nem kell oda elköteleznie magát, tehát nincs az, hogyha beiratkozunk mondjuk egy állami vagy magániskolába, hogy a következő évben nem mozoghatunk, tehát ezek átjárhatók ezek a dolgok, de akkor mégis azt mondja az ember, hogy legalább nyugodtan alhat, mert azért Eszter is izgult, meg mi is most izgulunk, hogy bekerül-e abba az iskolába, amit szeretnénk, és ezt ugye már nem tudjuk befolyásolni, tehát ez egy fontos dolog, hogy használhatjuk ezt. Ezért van olyan magániskola, ami annyira nagyon jó, hogy már a születésénél bejelentett szinte, tehát az mondjuk, az tényleg egy elkötelezettség, meg ki tudja, hogy én majd a 4 éves lesz, itt vagyok-e még, de van olyan, ami
tehát most megy a magániskolákban a nyílt napok, tehát akit szeptemberben gyűjtik az osztályt. György, köszönjük szépen, még nyilván te is azért hozzászólhat majd Eszterhez, de most már felé fordulunk egy kicsit, mert ugye az ő csemetéje Dante végigjárta ezt a dolgot, tehát mi kiválasztottuk, és akkor Dante pedig elkezdte az reception tulajdonképpen, hogy akkor ez hogy is működik onnantól kezdve, ez minket is érdekel természetesen. Annyi van még ugye a reception-nel kapcsolatban, hogy ugye ti említettétek, és ez így van, ugye van az állami iskola, van ugye lehetőség privát iskolára, vagy úgy is szokták őket néha hívni, hogy independent school, van lehetőség arra, hogy otthon tanítás. Tehát én nem tudok róla mélyebben, van olyan ismerős, akinek mind a három gyerkőce otthon tanulással. Fodrászunknak a férje maradt otthon, igen, hogy otthon tanítja. Működőképes dolog, de hát nyilván ez azt jelenti, hogy akkor az ugye, tehát a páros az ugye meg tudja úgy oldani, hogy akkor valaki főállásba dolgozik, és a másik meg főállásba dolgozik otthon a gyerekekkel. Tehát ennek is megvan a háttere, azt tudom, hogy ők is ugyanúgy csinálnak vizsgát, kijár oda tanár bizonyos időközönként, nem tudom mi ebben, de mint lehetőség, ez is ott van, illetve akinek speciális igényű gyermeke van, az is egy teljesen külön vonal. Az egy teljesen más videó, gyakorlatilag, téma lehet, igen, téma, sokan arról beszél. Kérdezi, vagy kérik, akkor csinálunk még egyet. Erről, jó? hogy ugye azok a gyerekek merre mennek. Igen, tehát a recepció, ahogy említettem, az ugye az inkább egy kicsit ilyen mix, ugye az óvoda nagy csoportja és az iskola előkészítő. Próbáltam összeírni, és azért is van jegyzetem, hogy tényleg amit csak lehet, azt említsek. Reception, első osztály és második osztályban van ingyenes ebéd, tehát ami mondjuk egy ilyen fontos információ, tehát az államilag nem kell megpályázni, nem kötött a szülők foglalkozásához, bevételéhez, az egyszerűen jár. Tehát az szerintem egy fontos információ. Ami viszont még ugye kiadás az iskoláknál, hogy uniformot, tehát egyenruhát kell használni, ez minden iskolánál más színkombináció. Ez az óvodában is van. A preschoolban. Tehát a preschoolban már az már van. Már preschool, igen. Preschool, igen. Hát még az óvi azért annyira alul. Én egyébként tehát, támogatom. De teljesen egyetértek én is, mert semmi gond nincs vele. Hanem a gyereknek ad egyfajta elkötelezettséget. A mi korunkban Magyarországon még iskola köpeny volt. Köpeny biztosan volt, emlékeztek igen. rá, ez a nejlon borzasztóan irritáló. De tudtuk azt, hogy mi iskolások igen. vagyunk. És, igen. és itt a gyerekeknek, hogy teljesen egyforma minden, nincs az, hogy az egyik gyerek gazdagabb, jól öltözik, a másik nem oldható, meg az melegítőbe jár. Igen. Tehát a gyerekek mondhatni azt, hogy egyformák az iskolában. Gyakorlatilag itt is kétféle variáció van. Ez attól függően, hogy a szülőnek milyen az anyagi háttere. Aki megengedheti magának, az meg tudja venni ezt az egyenruhát az iskolától, ezzel az emblémával, ugye, amin az iskola, az adott iskolának az emblémája rajta van, az egy picit többe kerül. Ha valakinek ez nehézséget okoz, ugyanúgy elfogadja az adott iskola embléma nélkül, de a színkód az nagyon fontos. Ezt nyilván meg kell nézni az adott iskolának a honlapján. Tehát amint fölvették a gyerkőcöt abba az iskolába, ahova a szülők bejelentkeztek a recepcióra, meg kell nézni, hogy annak az adott iskolának fekete nadrág, zöld pulóver, vagy szürke nadrág, kék pulóver, tehát rengeteg kombináció van, ugye más a lányoknak, más a fiúknak, amire még oda kell figyelni ebben az időszakban, különösen ha vallásos az iskola, a lányoknak a frizurája, a fiúknál is egy bizonyos vágás van megengedve, tehát azt nagyon szigorúan veszik. Iskola válogat, tehát vallásos iskola válogatja. Valamelyik picit elfogadóbb, valamelyik teljesen elutasítja, hogy például a lányoknak ez a nagyon icipici fülbevaló, de tényleg csak ez a kis mini bekerülhet a fülbe. Valamelyik vallásos iskola teljességgel elutasítja, hogy semmiféle ékszer nem lehet a gyerek fülében. Érdekes módon, hogy piercingnek nevezik azt is, a fülbevalót is egyébként. És nem is értenek vele nagyon egyébként. Mert azt mondják, hogy a gyerek majd, hogyha nagy lesz, majd ő eldönti. Ez saját döntés. Van, aki azt csinálja, hogy kilöveti a gyerek fülét, de az iskolában nem veszi föl.
egyébként meg minden egyéb alkalommal beteszi a fülbevalót. Tehát ez család döntése, de ezt meg kell nézni. Tehát ez egy fontos dolog az egyenruhán kívül, hogy bizony a hajviselet és az ékszerezés az havallásos iskola. Ha normál iskola, tehát nem vallásos iskola, ott lazábban veszik a dolgokat. Tehát ott például a fülékszer fiúnak, lánynak teljesen mindegy, illetve a hajviselet sem szabályozott, de ugyanúgy egyenruhát kell viselniük. De ez a nagyon nagy különbség van a vallásos és a nem vallásos iskola között. Amiket még kiírtam ilyen információkat, hogy esetleg az számíthat, hogy ugye Birminghamben élünk, de például amikor a jelentkezés van a recepcióra, receptionre, Birminghamben belül is, ugye attól függően, hogy melyik területen élünk, be kell adni akkor a Birmingham web oldalán, tehát a Birmingham önkormányzat oldalán keresztül, de ha valaki például a külső részen lakik, az már Sandwell. Tehát utána kell nézni, nagyon fontos, ahol tartozunk. Mert nehogy az legyen, tehát meg kell nézni a poszkódon keresztül, nehogy rossz helyen keresztül legyen a jelentkezés leadva, mert az okozhat galibát. Tehát, hogyha a poszkód már Sandwell önkormányzathoz tartozik, akkor azon a oldalon keresztül kell jelentkezni. Tehát ez, amit így kiírtam, hogy ez fontos. Az iskolánál is, tehát nem elég csak ezzel, hanem az iskola is kér egy külön jelentkezést. Igen. Tehát ott is be kell adni. Fizikálisan is be kell adni. Már nem mindegyik iskola van, amelyik iskola kér, igen. Belenézve a jegyzetetbe, ezt még annyit mondanék, hogy azért ez fontos, hogy akár állami iskola, akár vallásos iskola, akár magániskola, kurikulum, ugye a tanmenet tulajdonképpen mindenhol ugyanaz. Tehát ez azért fontos, hogy tulajdonképpen ugyanazt a szintű tanítást meg kell, hogy kapja a gyerek minden egyes iskolába, bárhova megy, csak ugye a környezet esetleg nem mindegy, amit mondjuk a szülők választhatnak meg. Tehát ne gondolja azt valaki, hogy most azért, mert állami iskolába vagy megy, vagy katolikus iskolába, hogy akkor mást fognak tanítani, ugyanazt tanítják a gyereknek. Vagy még adnak hozzá mondjuk ugye a Bibliából, esetleg az a vallásos iskolákból, vagy egyéb dolgok, de alapvetően az alaptantervet mindenki ugyanúgy meg fogja kapni, tehát ugyanúgy eséllyel indul mindenki, aztán majd az egyetemekre, a főiskolákra, ahova szeretne menni. Itt csak azért nézem a jegyzetemet, mert pont utána néztem, mert gondoltam, hogy ez kérdés lesz. Gyakorlatilag, amit ír, ugye a Nemzeti Tanterv, ez a National Curriculum, ugye ezt használják az általános és középiskolákban. Annyi a külön kitétel van, hogy a privát iskola, illetve azok az iskolák, akik akadémia nevezetűek, nem kell, hogy kövessék a nemzeti tantervet. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez nem kötelező. De abban igazad van, amit említettél, hogy a nem vallásos iskola, illetve a vallásos iskola követnie kell a nemzeti tantervet. És a nemzeti tantervben pedig benne van a angol, a matek, a természettudományok, van alapszinten vallás a nem vallásos iskolákban, de az azt jelenti, hogy amíg a vallásos iskolában kifejezetten csak a római katolikus vallásról beszélnek, vagy az anglikán vallásról, ugye attól függően, hogy melyik helyre megy a gyerek, addig a nem vallásos iskolában egy teljes átfogó képet kap a vallásról, mert gyakorlatilag végigmennek, mindenféle vallást végignéznek, tehát ezt megkapják. Ami még van a fellebbezéssel kapcsolatban, mert ugye az esetleg lehet egy plusz információ, ugye aki jelentkezik a receptionre, nem kapod meg azt a helyet, akkor ugye fellebbezni kell, és nagyon-nagyon komoly indokot kell írni, hogy mégis miért vegyék oda föl, de lehet. De ez nem csak a recepció működik, a fellebbezés, hanem az úgynevezett junior, tehát ez is az általános iskolában. A junior az, amikor a második osztályig van csak az adott általános iskola, ott vége szakad, és onnan vennek harmadik osztályba a junior iskolába. Tehát azoknál az iskoláknál lehet, illetve a hetedik osztálynál, illetve az átjelentkezésnél, tehát amikor egyik iskolából másik iskolába, ugye teljesen mindegy, melyik évben való átjelentkezés van,
És amire viszont figyelni kell, hogy 40 nap, 40 iskolai nap a fellebbezés átmenete. Tehát amint kiderül az eredmény, és ne adj Isten úgy történik, hogy nem megfelelő, nem tetszik valakinek, nem az, amit várt, akkor 40 nap, tehát amint azonnal kell jelentkezni, mert itt szó szerint veszik a 40 iskolai napot, tehát az én esetemben, amikor mi átjelentkeztünk a Dantéval másik iskolába, nagyon hosszú ideig tartott az egész, és ráment az egész nyár, mert olyan szinten betartották, hogy fellebbeztem, jött a nyári szünet. Kiderült, hogy elrontottak valamit, de nagyon, megint fellebbeztem, rengeteg telefonhívás, de mivel akkor jött a nyári szünet, végig kellett várnom az egész nyarat, és szeptember 1-i kezdés helyett október 1-jével tudott csak kezdeni, tehát azt az első hónapot még a másik iskolába járta. Úgyhogy az egy nagyon-nagyon fontos dolog, nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, hogy aki iskolát akar váltani, teljesen mindegy, melyik évről beszélünk, általánosságban iskolát váltani. Tehát például mondjuk olyan iskolába kerül, amit nem szeretnétek, akkor lehet egy olyan döntés is, hogy mondjuk egy évet lejár, mert valaki esetleg anyagilag nem tudja megoldani a privát iskolát, akkor egy évet lejár egy olyan iskolába, mert hogy itt recepcióról beszélünk, meg első-második osztály, nem történik nagy baj, tehát itt nem kell rágörcsölni, hogy akkor itt kész ennyi, az én gyerekem nem tanul tovább. Tehát a recepciótól egészen első-második az az időszak, amikor még bőven van esély, tehát tényleg nem kell izgulni emiatt, viszont ez a bizonyos fellebbezési időszak, ez arról szól, hogy addig nem szabad kivenni a gyereket az előző iskolából. Nem szabad, mert a két szék közül, tehát két szék közül a földre esel, magyarán az történik, hogy te olyan biztosan várod ugye az eredményt, ott hagyod az előző iskolát, és mégse. Nem kapod meg, fellebbezésnek ugye rengeteg ideje van, ez azt jelenti, hogy a gyerek elképzelhető, hogy nem otthon marad hónapokig, amíg várakozol, hogy mondjuk a listán, mert ugye a másik iskola, ahova beadtad, még mindig várakozási lista van. És mennyi esélye van a fellebbezésnek egyébként? Most gondolok arra, hogy most nem veszik föl. De most én igazából mondhatom azt, hogy én nagyon szeretném, lehet, hogy van egy nyomós okom. Tehát egyszer, mert fölvették az gyerekeket, tehát ott nincs hely. Tehát igazából igen. Olyan, én nem tudom, hogy ennek a fellebbezésnek mekkora esélye van. Mert ezt mindenütt mondják, hogy persze van jogod, fellebbezhetsz, mennyi. Őszintén szóval ezt a részét nem tudom. Hát nem tudni, mert nem lehet tudni, hogy milyen indokot. Igen, ilyenek lehetnek. Igen, a létszámot valószínűleg nem fogja túllépni. Igen, csak ugye, ha arról van szó, hogy valahol ugye háromszoros a túljelentkezés, akkor egyszerűen nem tudom, hogy mi az ő saját listájuk. De ami nagyon-nagyon fontos, azt meg kell kérdezni, hogy hanyadik helyen van a listán, a várakozási listán. Az nagyon fontos, kiadják, ki kell, hogy adják, és meg kell indokolni, hogy mi a következő szempont. Tehát ez azt jelenti, hogy tegyük föl, beadta valaki első helyre, azt szeretné nagyon, nem sikerül, a második az csak egy opció, lejár oda egy évet, tehát a második opcióra, ami nem biztos, hogy a legjobb, de legalább iskolába jár a gyerek, megtörténik a fellebbezés, nem kapja meg, de akkor meg kell kérdezni, hogy akkor várakozási lista, ő hanyadik a sorban. Mert ez úgy szokott történni, ugye, hogyha azt mondják, hogy mit tudom én, első és három között van a várakozási listán, akkor van esély, mert hogy tényleg olyan mozgás van az iskolákon belül, hogy simán előfordulhat. Ezt érdemes megerősíteni, mert onnan leveszik a gyereket egy idő után, tehát én szeretnék az listán maradni. Minden évben, tehát minden nem, évben meg kell erősíteni. Van, tehát nálunk is az volt, hogy amikor átjelentkeztünk a másik iskolába, akkor ugye én leadtam a jelentkezést három különböző iskolába, beraktak várólistára, viszont azonnal kikértem, hogy hanyadik a listán, az egyik listán a harmadik volt, a másik listán az első volt. Nem történt semmi, mint utólag. Közben az a bizonyos iskola, hova most jár, fölvette őt, mert hogy ők elkutyultak nagyon komolyan papírokat, aminek nem kellett volna megtörténnie, tehát ők föl kellett, hogy vegyék a Dantét,
Viszont ami érdekes, hogy egy évvel később az egyik iskola, ahova leadtam a jelentkezést, egyszer csak küldött egy e-mailt, hogy az egyik gyerek elköltözött a körzetből, és akkor, ha még mindig szeretném, akkor adatba mehetünk. Mert hogy ő volt az első ezen a listán. Érdekes. Tehát ez így működik, hogy általában költözés. Nem nagyon szokták. Tehát azért, hogyha egy jó iskoláról van szó, akkor senki nem akar, úgyhogy ez maximum költözésről lehet szó. És a nagy általánosságban, amit mondanak, a bevándorló szülők gyerekei általában, akik így vagy hazaköldöznek, vagy pedig és nem vagyok persze, így van, vagy pedig költözés más családok, helyre. Barátok, ahol fölnőttünk, nem akarunk ott maradni, és akkor szívesen megyünk, ahol kell, mindegy, menjen a gyerek a jó iskolába. Igen. Szuper, Eszter, és akkor hogy vannak ezek az általános iskola, vagy hogy mondjuk a receptionbe elkezdi mondjuk Emma, vagy hát a többiek, és akkor hogyan működik, hogy mi a következő lépés, és ez hogy van, mert a magyartól ugye 1-től 4-ig alsó tagozat, aztán felső tagozat, aztán van a 6 osztályos, meg nem tudom én hány osztályos gimnáziumok, meg minden, hogy ez itt hogy van? Itt az általános iskola 1-től 6-ig van, és 7. osztálytól van középiskola. Ami úgy hívják, hogy key stage, tehát ezek a kulcsállomások, itt azt jelenti, hogy a reception előtti időszak, ez a 3 és 4 év közötti időszak, ez az early years, tehát ez kifejezetten az óvoda. Aztán van a következő, amikor a 4-5 éves gyerek ugye a recepcióra jár, tehát a receptionre, akkor az év végén iskola válogatja egyébként, tehát fél évkor és év végén is lehet egy visszajelzés a tanár megfigyelése alapján. Tehát itt azt kell tudni, hogy nincsen az a típusú osztályzás, amit mi megszoktunk otthon, tehát itt csak írásos visszajelzés van. Úgyhogy gyakorlatilag ez tényleg még egy ilyen nagyon baráti, hogy látják a gyereket, hogy ugye mibe kell fejlődni, ha van valami probléma, akkor azt megemlítik. Aztán jön a következő, amikor elmennek első osztályba, azt úgy hívják, az úgynevezett Key Stage 1, tehát ez a KS1-es, ugye ha valaki ezt látja, és az első osztályban van évvégén, amikor befejezik, az úgynevezett Phonics Screening Check, ezen a Dante is ugye átesett, ez azt jelenti, hogy ugye az összes hangzó és betű, amiket tanultak a reception és az első osztály során, tehát tulajdonképpen 2 év munkája, azt nézik meg, az az első komolyabb megmérettetés. Természetesen ez nem olyan vizsgakörülmények között van, mint amit mi ugye elképzelünk, hogy ott vannak is akkor. Szigorúan, tehát nagyon játékosan, mert külön phonic teacher van az iskolában, aki ugye gyakorolja, megint csak megemlítem, hogy ugye akinek második anyanyelve ugye az angol, azok a gyerekek automatikusan kapnak segítséget, extra segítséget, amennyiben szükség van. És akkor tulajdonképpen ez a teszt, ez annyiból áll, hogy egy 40 szavas teszt van, amit vissza kell olvasni tulajdonképpen. Tehát ez ennyiből áll a teszt. De azért nem kell extrém komolyan venni, mert akinek ez nem sikerült, tehát nem tudja teljesíteni azt a 40 szót, másodikban megint megnézik. Tehát ez tényleg nem egy ilyen vizsga, igazi vizsga, ez csak egy ilyen szűrés, hogy mutat-e valamit azon a szinten, mert azért első év végére már elérnek egy nagyon komoly szintet a gyerekek a hangzókkal és a betűkkel, és az már mutathat eltéréseket, hogyha van valakinek bármilyen problémája, tehát mondjuk olvasási vagy írási nehézsége, tehát ez jó dolog. Aztán másodikban, ez még mindig a KS1, tehát ez még mindig a Key Stage van, akkor van egy úgynevezett nemzeti teszt, az az igazán komoly. Azt megnézik az angol, matek, és hát nagyon alapszinten a science. Ugye az a minimum, tehát az a minimális, amit ugye tanulnak. És erről is kap az ember visszajelzést, hogy milyen eredményt ért el, miben kell változtatni, miben kell javítani. Szerintem ez egyébként iskolától függ, hogy mennyire veszik komolyan. A barátnőmnek a kislányánál nagyon komolyan vették, tehát olyan szinten, hogy extra órákat vett a kislány
a mamától, tehát nem külön órákra járatta, de meg lehet venni egyébként ezt a bizonyos könyvet, ami felkészít, de az az adott iskola az annyira komolyan vette, hogy tényleg ilyen az is stressz helyzetet teremtett, úgyhogy az iskola válogatja, ennek utána kell nézni, hogy ők mennyire veszik ezt komolyan. Így is úgy is megtörténik a teszt, de nem mindegy, hogy milyen attitűddel, tehát hogy stresszel rajta a gyerek, vagy nem. Tehát ennyi a különbség. És akkor tulajdonképpen a következő nagyobb megmérettetés, ugye végig mennek a gyerekek harmadik, negyedik, ötödik és hatodik, és akkor hatodik évvégén van ami igazán nagyon nagy, tehát az egy közel 4 órás teszt, amin végig kell menniük, ugyanígy matek, angol, science, tehát ezek a természettudományok. Itt van különmér bizonyos dolgokat a tanár, tehát ezt útközben nézik a gyerekeket, menet közben, tehát évközben, és összeegyeztetik a teszttel, mert hogy tisztában vannak vele, hogy ugye a teszt eredmény sokszor pont azért, mert hogy akkora ereje van az egésznek, rá stresszel a gyerek, izgul a gyerek, és nem ugyanazt a képet mutatja. Tehát, hogyha a gyerek végig dolgozta az egész évet, és nagyon jó képet mutat minden tantárgyból, vagy az adott tantárgyból, de mondjuk nagyon rossz a teszt eredménye, akkor nem azt jelenti, hogy akkor kész, leírták a gyereket, hanem egyértelmű az eredmény, hogy ez csak az izgulás, mert hogy a gyerek igenis tudja. Tehát azért van az, hogy a tanári felmérés és a nemzeti teszt kettőse adja az eredményt. Még annyit hadd kérdezek meg közben, itt már van osztályzás ezen a szinten? Nem, Még mindig? Meddig egyáltalán nincsen nincs. osztályzás? Hát ameddig én tudom, az egészen az általános iskola. Vagy nincsen osztályzás. Megkockáztatom egyébként, a középiskola sem, hanem ott már inkább ugye nem is osztályzást, hanem ugye a betűkódokat használják, ugye Ti ABC. tanítottok egyetemistákat intézményben, tehát ti képeztek is konduktorokat, és te is vizsgáztatsz őket, hogy ti ott már adtok, ugye, osztályzást? Igen, tehát ABCDI, tehát És ez ugye mit az, hogy jelent? az I az a bukás, a D az, amik átment, a C az a közép, a B az mondjuk egy négyes, és az E felel meg, de ez ezen belül is mondjuk egy E kategóriában is van. Plusz, ez a Alja, igen, a legkiemelkedőbb, tehát pluszok, ott aha. még igen, E plusz vagy éppen, és akkor százalék, rendszer, de hát ezt mondjuk Tehát nem ahhoz az ilyen egyszerű mutató, hasonlítanám. hogy egytől ötig, Nem. és Igen, akkor sem tehát lehet, nem. sokkal Nem. bonyolultabb. Na jó, De hát csak ez egy érdekesség egyetem, volt. tehát ez Tehát ez már egyetem, egyetemi ez szint, egyetemi igen. szint, tehát még... Ott még nem tartunk. Igen, ami itt fontos az általános iskolában, és szerintem ezt nem teljesen teszik egyértelművé, legalábbis én is csak azért tudom, mert a Dante jár külön tanárhoz, és ő említette. Az iskola még sehol nem említette ezt nekem, pedig már negyedikes. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt szerintem nincs kötelezettsége az iskolának, hogy közölje. Tehát ezt szerintem utána kell járni, ezért én is utána jártam, hogy ez mit jelent. Van az úgynevezett, tehát a hatodik osztályban két különböző vizsgát lehet letenni. Az egyik az az általános, amit említettem, évvégén, mielőtt tovább mennek a középiskolába, tehát a hetedik osztályba, mert igazából fogalomrendszer szerűen megy tovább, hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik. De gyakorlatilag azok a gyerekek, akik biztosan tudják, hogy tehát magas, nem is a gyerekek, ugye hát a szülő látja, hogy ugye magasabb szinten vannak, tehát érdekli őket a tanulás, tehát van eszük hozzá, és biztos, hogy tovább akarnak tanulni, akkor hatodik osztály elején, szeptemberben van az úgynevezett 11 plusz nevezetű, igen, vizsga, ami gyakorlatilag az az érdekessége, hogy és erre nem is készít fel az iskola, tehát ezért van az, hogy aki tudja, vagy a gyerekét nyomja előre, hogy már pedig tovább tanul, vagy tudja, hogy a gyerek képes rá, de minden esetre ez már az a pont, ahol gyakorlatilag, például nekem a Dante esetében, mint negyedik osztály, már végig kell gondolnom, hogy akarom-e, vagy látom-e, hogy van-e affinitása, hogy ő tanuljon ezen a magasabb szinten, mert ez az a szint, amikor viszont el kell kezdeni, legkésőbb szeptembertől, tehát amikor az ötödik osztályt elkezdi, azt az egy évet rászánni kőkeményen, hogy külön órákra elvinni matek, angol, és amitől különleges ez a 11 plusz, hogy nem csak matek és angol
amit le kell tenniük, hanem az úgynevezett, készség. Igen, tehát itt... Csak azért merek beleszólni, igen, de nyugodtan. Közben nézed, mert megkérdeztem én is az egyik barátomat, akinek a felesége az egyik iskolába, head teacher, és ők is mondták ezt az 11 plus vizsgát, és tulajdonképpen ő is azt mondta a head teacher létére, igen, hogy van. Igazán ez nem a lexikális tudást nézi a igen. gyereknek, hanem a gyereknek a készségét. Tehát lehet, hogy egy gyerek, aki kevésbé tudja annyira a dolgokat, viszont olyan a személyisége, olyan a készséget, azt mondja, ez még a tanárok se tudják pontosan, hogy ezt hogyan nézik. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert onnantól kezdve, hogy a gyerek más csatornára kerül ebbe az 11 pluszba. Igen. Uh-huh. Igen, és gyakorlatilag, igen, ez a, csak a szót kerestem, ugye, mert nem emlékeztem. Iskola válogatja, de általában, amit biztosan meg kell csinálni a matekon és az angolon kívül, az úgynevezett szóbeli érvelés. Uh-huh. Vagy írásbeli érvelés. Nagy általánosságban az általános iskolák nem készítenek erre föl. Tehát ezért van az, hogy el lehet menni olyan magánoktatásra, ami kifejezetten azzal, és ez különbség is van, tehát nem csak, na akkor én elviszem a gyereket magánoktatásra, hogy a komatek vagy angol, hanem kifejezetten az 11 plus felkészítésre. Igen. Én azt láttam, hogy a gyerekek voltak ilyen negyedik, ötödikesek, a tanár fölvetített két újságcikket, és gyakorlatilag a gyerekeknek elemezni kellett a különbséget a két cikk között. Tehát ez egy döbbenetes dolog volt számomra, hogy olyan kis korban már ezzel foglalkoztak. Csak egy kitérés, hogy a két oktatási rendszer a magyar, és mondhatni azt, hogy az európai és az angol oktatási rendszer között óriási különbség. Vannak jogászaim is, akik mondjuk Olaszországban végeztek, és itt is végeznek a jogi egyetemet. A két oktatás között az a különbség, hogy a magyar oktatás annyira arra megy, hogy a gyerekekbe óriási lexikális tudást verjenek a fejükbe. Itt pedig én azt látom, hogy sokkal inkább arra mennek rá, hogy logikusan gondolkoznak, megtanítsák azt, hogyha a gyereknek az a fajta információ szüksége van, akkor merre menjen és hol találja. Tehát igen. én szerintem ez, és ezt a jogászok is mondják, hogy Magyarországon akkora anyagot be kellettnek tanulni a vizsgákra, és itt pedig inkább az, hogy azt élőben ezt elő tudják majd adni. Tehát érdekes a két oktatási rendszer különbsége. Tehát ez 11 plusz, ez egy mérföldkő. Ez gyakorlatilag egy mérföldkő, de ezt csak azoknak kell megcsinálni, akik egyértelműen tovább szeretnének tanulni, mert itt jön be a következő lépés, ugye, hogy eldöntik, hogy ugye grammar schoolba szeretnének menni, tehát ez azt jelenti, hogy nem secondary schoolba fognak menni, mert ugye ez az általános, annak idején ez teljesen ugyanúgy működött, mint a mi esetünkben otthon, hogy ugye volt a szakmunkásképző, szakközépiskola és gimnázium, és ugyanígy indult itt is, hogy a grammar school volt az, ami a gimnáziumnak megfelelő, tehát azok, akik egyértelműen tanulós emberkék voltak, és a secondary school volt az, akik nem feltétlenül fognak, igen, nem feltétlenül fognak tovább tanulni. Ma már ez persze változott, mert ha a secondary school-t végzi el valaki, és utána megcsinálja az úgynevezett GCSE-t, ami ugye az érettségi-szerű dolog, ugyanúgy tovább tud tanulni egyetemre, de ahogy ennek utána néztem, egy picivel magasabb szintet jelent, jobban szeretik, ha megvan az 11 plusz, és akkor a 6. osztály befejeztével a 7. osztályt az tulajdonképpen grammar school-ba kezdi el. És ugyanúgy neki is kell csinálni GCSE-t? Vagy nekik ugyanúgy már... csinálnak ők is GCSE-t, csak egy kicsit struktúráltabb, más a tanulás, igen. Tehát tulajdonképpen a 6. osztály befejeződik az általános iskola, akkor van ez a irányválasztás, hogy most ez grammar school, secondary school, attól függően. Ahhoz meg kell, hogy legyen az 11 plusz. Hogyha megcsinál, akkor megy. Igen. De ez a két irány van. Tehát ha nincs meg az 11 plusz, akkor tulajdonképpen megcsinálja ezt a bizonyos évvégi tesztet, tehát 6. év végén, ez a nemzeti teszt, amit említettem, és utána megy secondary school-ba. Tehát ezzel nincs leírva a gyerek, tehát megint csak nem persze, kell rágörcsölni. Az csak azt jelenti, hogy ha valakinek van, már látszik, hogy 5. osztályban van egy affinitása, hogy szeret tanulni, nem okoz gondot a tanulás, könnyedén veszi az akadályokat, nagy általánosságban jó, minden tantárgyból egyenletesen halad, akkor megéri annak a gyereknek egy kicsit extra tanulást adni ezzel a 11 plusz felkészítéssel. Aki viszont azt gondolja, hogy az így gyerekem még nem érett rá, mert miért kéne? Tehát azért tegyük hozzá, hogy 5. osztályban
10 évesek a gyerekek, tehát azért 10 évesen... Ezért hívják ide olyan plusznak, ugye, mert 11 éves korukban csinálják ezt. Tehát 6. osztályban 11 évesek, akkor még nem tudjuk, hogy... Tehát azért, azt... Korai. Nem, nagyon korai, tehát én szerintem nagyon-nagyon biztosan kell tudni, hogy a gyerek tényleg... És de nem sikerül, tehát akkor sincs semmi. Akkor, ahogy mondod, hogy a tetején összeér, tehát mindenki mehet a GCSE-re. Mindenki megy a GCSE-re, csak annyi, hogy akkor a secondary school az, ami ugye a 7., 8., 9., 10. és 11., és tehát összesen 5 év, és tulajdonképpen itt annyi különbséget találtam, hogy 10. osztályban megint csak, aki egy kicsit, nem is így hívom, hogy okosabb, hanem egyszerűen van affinitása a tanuláshoz, tehát az addigra már kiderül. Tegyük hozzá, hogy a 10. osztály az ugye 14-15, amikor mi megyünk középiskolába, akkor lehet csinálni egy ilyen előérettségit. Aki viszont még mindig nem úgy gondolja, hogy még mindig nincs készen, akkor a legvégső időpont tulajdonképpen hát az iskola évek során, a legvégső időszak az ugye a 11. osztály, tehát amikor 15-16 évesek, akkor van a hivatalos GCSE. Uh-huh. Persze 20 évesen is lehet rakni. Igen. Uh-huh. És utána megyünk. És akkor utána lehet, vagy kolics, igen, ami még itt... Stresszelünk már tovább. Igen, ami még itt érdekes. Nézzétek meg, tehát ezt a többieknek mondom, akik nézik a filmet, hogy te benne vagy, vagy benne vagyunk a rendszerben, de még neked is kell papír hozzá, hogy iszonyatosan komplikált a rendszer egyébként. Amit még utána néztem, mert nem voltam benne biztos, ez a bizonyos sixth form, hogy ez mit is jelent, mert nem tudtam. Ez azt jelenti, hogy amikor befejezik a 11. osztályt, akkor van lehetőség, ugye megint csak ugye 16 évesről beszélünk, van lehetőség, az a sixth form, az olyan, hogy két év extrát kapnak tulajdonképpen, hogy fölkészüljenek az A-level-re. Tehát ez egy, befejezték meg van a GCSE 16 évesen, és akkor ez a sixth form, ez ad 2+ évet, amikor az A-level-en dolgoznak, tehát amikor ugye felvételi az egyetemre, hogy ugye hány A-level kell nekik. Tehát ez attól függ. Tehát ezen tudnak dolgozni ebben a bizonyos sixth formba. Ugye beszélünk a sixth formról, ami ugye a 2 évet jelent, illetve van a sixth form college, ami viszont azt jelenti, hogy nem csak az A-levelen dolgozik az illető, hanem a college-ban még különböző tanfolyamokat tud megtanulni. Tehát különböző képzéseken lehet részt venni, és akkor itt megkapják ezeket a szakmákat. Igen. Tehát az a lényege az egész rendszernek, ami miatt nekem nagyon tetszik, hogy rengeteg lehetőséget ad. Tehát nincs elzárva a kapu, nincs bárki mehet, így van, bárki mehet tovább tanulni. Legfeljebb nem 18 évesen megy, én se 18 évesen tanultam tovább, tehát nincs ezzel gond, ha 20 évesen megy egyetemre, vagy 22 évesen megy egyetemre, tehát mindaddig, amíg ezeken túlmegy, de az biztos, hogy a GCSE az egy mérföldkő. Fontos. Egészen addig néztem utána. Jó, nagyon szépen ahogy köszönjük. Ahogy lezárjuk a 18 éves korra. Oké, még egy-egy gondolat, csak azért, hogy legyen egy személyes tapasztalat. Mindannyian szemüvegesek vagyunk, nem csak a családunkban, Eszter is közöttük. Nagyon érdekes volt, sajnos Emmáknak, Csináinknak is kellett szemüveg. Elvittük a szemészetre, és ugye fölkészítünk rá, hogy marhadrága szemüveget kell vennünk. Hogyan működik ez, Györgyi? Nagyon érdekes volt, meglepődtünk rajta. Igen, 15 éves koráig tulajdonképpen két keretet kap ingyen. Egy, amit az NHS támogat, egy, amit maga az optikus cég adott. Tehát ez keret, lencse. Nem olyan keretet kapunk ingyen, mint ami otthon volt az SZTK keret, hogy bármelyiket választhatja. Nem, a drágábbat, és kettőt ingyen kap. 15 éves koráig, igen, és amikor változik a szeme, tehát ez minden alkalommal, hogyha ugye változik újabb keret, dioptriája, ezt újra, tehát megint csak ingyen. Kap két új ingyen szemüveget. Igen, megint, és az egyiken van biztosítás. Az egyiken van biztosítás, amit ki kell választanunk, ugye, mondtad. Hogy... Mondjam, persze, hogy szeretnék én is nyilván szerepelni, hogy az egyiken van biztosítás, és amelyiket hordja leginkább a gyerek, azt bebiztosítjuk, ez se kerül semmibe, és az azt jelenti, hogy az idő alatt, amikor a gyerek összetöri, elveszíti, bármi kap egy újat helyette, és ez úgy biztosítás, hogy tényleg nem kell érte fizetnünk, a kettő közül ki kell választani. Jó, ez szerintem ez fontos lehet, mert azért sok gyereknek van, és azért nem egy olcsó dolog, mindannyian tudjuk egy jó szemüveget kiválasztani. Még annyit ezt a részedről személyes tapasztalat, hogy a kisfiad nagyon jó focizik, hogy mennyire fölkarolják itt a tehetséges
gyerekeket. Ez tényleg fontos, hogy teljesen mindegy, hogy honnan jöttünk, a munkaterületén, az oktatás területén, sport területén, ha valakiben látnak fantáziát, akkor mindent megtesznek érte, Nem, az igaz? itt a sport az szerencsére sokkal jobban támogatott. Igen, tehát mindenféle támogatást megadnak ahhoz, hogy a tehetség fejlődjön. Nagyon aranyosak vagytok. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a hölgyeknek ezeket a hasznos információkat. Amennyiben úgy gondolod, hogy ez hasznos lehet másoknak is, kérlek, oszd meg ezt a filmet. Természetesen, amikor lesz Brexit-tel kapcsolatos fontos információnk, illetve vezetése, autós, jogosítványos üggyel kapcsolatban fogunk jelentkezni. Addig is kérlek, csatlakozz a YouTube csatornánkhoz, illetve a Brexit csoportjainkhoz, illetve oldalunkhoz, és ott szeretettel várunk mindenkit. Addig is minden jót kívánunk, és hát további szép napot mindenkinek. Szervusztok!